nekem ez egy csodálatos dolog a mai napig is. Fölülök, ha nem ülök senki se. Mondtam az atyának, ha nem ülök senki az orgonán, akkor én oda ülök, nem a padba ülök, hanem oda ülök és orgonál. Ha valaki oda ül és orgonál, akkor ülök a padba. Ilyen, egy ugyanilyen pont ennek a testvérje van a bográsban. Ez az utolsó indítási dolg. Ezt, ha bekapod és megkóstolod azt a fekete szimet, csak úgy, csak a kíváncsi. Ez a boróka? Az a boróka, kóstold meg. Hogy tudjad, hogy milyen az íze neki. Igen erős aromájban, úgyhogy a legmaximálisabb, de az a maximum, 1 kiló húshoz 2 ilyen kis kicsikes szemet, de inkább csak másfele. Uh-huh. Úgy még finomabb talán. De most olyan nagyjából majdnem a kettőt raktam bele. Időben vagyok, mert azt mondtam neked, hogy 14 óra, 2 óra körül fogok neki. Most csak azért vártam akkor, hogy na azt az egy paprikát még belerakjuk, meg a piros aranyat is beleraktam. Font Jani bácsi mondta, az a vadász Font Jani bácsi. Úgy jó, az a pörkölt, a fülitű a farkáig benne van. Ebben benne van. Farkaik benne van, hát a füle nincs, de a füle tűvítő kedve. Benne van minden. Dicsért, tessék, szervusz. Na akkor most figyelj, de hogy áll az étvágyad? Mert itt most kellene kóstolni. Na, majd keresünk vannak akkor. Pribitek rezsőt kellett volna, még nem volt nálunk. No, még. No, szervusz. Jó vagy nem jó munka? Na, akkor menjünk. Tésztával. Mókus ez tésztával. Én kenyére. Nagyon jó. Főző versenyen egyszer a kecskével majdnem első díjat nyert. Ah, második, ott van. Még ezért. 26-an főztünk pedig, kélek szépen is. Itt a lovat kellett volna, kélek szépen. Tehát itt én takarom a lovat, és a lovat is eszi a ló, érted? Úgy kellett volna neki állni, olyan szögű, hogy látható volna, hogy az eperfa levelet, hogy eszi a kezemű a lón. A kecske megy a tető, és eszi az eprét rajta. Az is olyan csalókás bor volt. Ez pont ilyen pörköltnek a tetteire az ugyarága. Nem is szabad erre vizet inni. Még azt hiszi ez a kecske, hogy a kutya ette meg. Különben haragszok erre kecskékre, Zoli pedig még kéne fejni a lányket. Majd fejünk is. Hát kivezessük, melyik van nagyon kitőgyelve. A Julis is, még a barna is. Na most az a barna is ki van tőgyelve? Igen, nagy. Na akkor az meg fejük. Meg emes? Hajrá!
Megette azt a kecskét, mókus. Megfejjük. Meg. Egy liter után is megfejjük a kecskét. Hát akkor tudom én is már, hogy mondjuk a Sanyit ne... Azt mondjuk, hogy... No. Jó, engedd el. Hozd ide a másikat. Na gyere, hú, az egyik tődje, de nagyon ki van. Azt nem szopták ki azt a másikat? Melyiket? Azt tudod, amelyiknek levágtuk a fiát. Nem. Majd ne figyelj, ilyen kamerát még mondanám, nem csinált én sem. Ó, gyerekek, az unió jó kezdődik már. Ez a tanyasi romantika, kérlek szépen. Amikor fogjuk és a kakasnak odahúzunk egyet, és megvan a vasárnapi ebédet.